Az ipar 4.0 létrejöttét társadalmi felismerés ihlette, mégpedig, hogy földünk népessége folyamatosan növekszik. Egyes becslések szerint ez 2030-ra eléri a 8,3 milliárd főt. Több ember több fogyasztási cikket, energiahordozót, erőforrást és infrastruktúrát igényel. Ezzel szemben földünk erőforrásai végesek, korlátozottan állnak rendelkezésünkre. A jövő szempontjából fontos kihívás jelent az, hogy hogyan fogunk olyan gyártási folyamatokat előállítani, amely a korlátozott és szűkös erőforrásokat hatékonyan, fenntartható módon fogja felhasználni. A BECOF az Ipar 4.0 első nagy léptékű projektjének konzorciumi képviselője, két területre összpontosít, az egyik a tudományos automatizálás, a másik pedig a rendkívül gyors automatizálás. A jövő számára kihívás jelent az, hogy hogyan tudunk olyan gyártási folyamatokat előállítani, mely a rendelkezésre álló szűkös erőforrásokat hatékony és fenntartható formában hasznosítja. Egy nagyon aktuális témáról szeretnék most beszélni, az ipar 4.0-ról. Hogy mi a lényege? Nem más, mint a kommunikáció. Kommunikáció a gépen belül, a gép és a folyamat menedzsment rendszer között, illetve az egyes gépek között. Fontos a megmunkálás alatt álló alkatrész és a gép és az ERP rendszer, továbbá az ERP rendszer és a felhő alapú adatelemző rendszer közti kommunikáció is. Az egész kizárólag a kommunikációról szól. Ehhez pedig biztonságos kommunikációs csatornákra van szükségünk a gépek és az ERP rendszer között, továbbá valós időben történő kommunikációra a gépen belül. Az adatokat a felhőben is tudjuk elemezni, így rengeteg kommunikációs lehetőségünk van. Viszont épp ezért fontos, hogy a kommunikációs csatornáink biztonságosak legyenek. Eldönthetjük továbbá, hogy mi a legmegfelelőbb módja az adatok elemzésének. Határozhatunk úgy, hogy valós időben tesszük ezt a gépen belül, illetve továbbíthatjuk az adatokat az ERP rendszernek, részletes elemzéseket, statisztikákat készíthetünk, később pedig az adatokat a felhőbe küldhetjük további elemzésre. Ez rengeteg kommunikációs csatornát igényel, így ennek megvalósításához egy erőteljes platformra van szükség, egy köztes szoftverre. A saját szoftverünk, a Twinket 3 tökéletesen alkalmas erre, hiszen valós időben képes elemzéseket végezni a szerszámgépen, emellett köztes szoftverként is működik, amely a felhővel és az ERP rendszerrel kommunikál. A biztonságos kommunikációért az itt látható OPC-UA felel, mely az egyetlen megbízható protokoll ezen a szinten. Termékeinkben teljes körűen implementáljuk és támogatjuk ezt az ipari protokollt. Magyarországon kifejezetten magas az autóipari jelenlét, és ezek a cégek nagyon hamar elkezdtek átállni az ipar 4.0-ra, bár még a folyamat elején járnak. A BECOF-nál ez a technológia már régóta jelen van. Kezdetektől fogva foglalkozunk vele, immár 30 éve. Mivel tényleges implementációink is vannak már, ez nem csupán szlogen. A termékek készen állnak. Ügyfeleink nagyrészt olyan gépgyártók, akik rendelkeznek a szükséges technológiával, és ismerik a főbb ipari folyamatokat. Az ipar 4.0 hatalmas váltást jelent, mégis könnyedén adaptálható. A gyártók bonyolult beállítási és programozási folyamatok nélkül is integrálhatják a gépeikbe. Ehhez egy kiváló termékkel tudunk szolgálni. A BECOF Twinket 3 szoftvere optimális befektetés a gépgyártók számára.